Sziasztok, kedves barátaim! A mai videóban arról fogok ismét beszélni, hogy hogyan tudjuk megállítani és kicserélni a zennénk tartalmát, azáltal, hogy megváltoztatjuk azt, hogy hogyan tekintünk saját magunkra. A gondolataink az önazonosságunkból fakadnak, és az önazonosságunk rétegeket képez a valódi önmagunkon. Ugye most tél van, itt kint szakad a hó, és hogyha kimegyünk, akkor elég rétegesen, vastagon föl kell öltöznünk azért, hogy ne fázzunk meg. Ugyanígy az önazonosságunknak is vannak különböző rétegei. Férfi vagyok, magyar vagyok, férj vagyok, tanár vagyok, stb. Mindannyiunknak van ebből jó sok. És amikor például arra gondolok, hogy én egy férj vagyok, akkor a feleségemmel kapcsolatos gondolatok jutnak az eszembe, hogy hogyan tudnék segíteni, hogyan tudnám őt boldoggá tenni. Hogyha tanárként gondolok magamra, akkor az előadásaim jutnak az eszembe, hogy mit akarok elmondani az előadásaimon résztvevőknek. Hogyha magyarként gondolok magamra, akkor arra fogok gondolni, hogy hogyan szerepelnek a magyarok a téli olimpián. Tehát a gondolataink az önazonosságunkból fakadnak, vagy az önazonosságunk bizonyos rétegeiből. És például, hogyha valaki megbánt bennünket, akkor hajlamosak vagyunk áldozatként tekinteni saját magunkra, és elmerülni az önsajnálatban. De hogyha úgy tekintünk saját magunkra, hogy én tanuló vagyok az élet iskolájában, mit kell tanulnom ebből a helyzetből, hogyan tudnám megoldani azt a helyzetet, akkor egy teljesen más hangulatba kerülök, más gondolatok fognak bejönni az elmémben, és meg tudom oldani ezt a problémát. Összefoglalásként, hogyha megváltoztatjuk azt, hogy hogyan tekintünk saját magunkra, akkor meg tudjuk állítani az elménk tartalmát, és ki tudjuk cserélni azt. Hogyan változtassuk meg az önazonosságunkat, arról fogok beszélni a következő videóban. Köszönöm szépen a figyelmeteket, lájkoljátok a videót, és iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok meg a csengőt, mert akkor fogtok kapni értesítést a következő videóról. Hare Krishna!